nem ez az igazi út a boldogsághoz, és nem ez az igazi út ahhoz, hogy nyugalom legyen az életünkben. A pénzügyek szolgálhatnak minket a nyugalom terén, és a pénzügyek hozhatnak az életünkbe harmóniát, de ez csak akkor fog megvalósulni, ha elsajátítjuk azt a szemléletet, ahol tudatosan a pénzünket beosztva, előre tervezve és beosztva haladunk előre az életünkben. Szándéka teret biztosítani a tudás megosztásra hazánk értékvezérelt szolgáltatás alapú vállalkozóinak. Üdv a reggeli kakósik a következő adásában, a mikrofon mögött Tusnádi Roland. Hölgyek, urak, a mai csigában nem másról fogunk beszélgetni, mint a minimalizmusról, ami az én szívem, ez egy nagyon közel álló téma. Először helyezzük azt perspektívába, hogy ez mit jelent, és nézzük meg, hogy hol találkoztam ezzel a történettel. A minimalizmus ez nem más, mint hogy tudatosan tekintek azokra a dolgokra, amik az életemben vannak. Ez azt jelenti, hogy tisztában vagyok azzal, hogy mely tárgy milyen értéket hoz az én életemben, és nem vagyok a fogyasztói társadalomnak a rabja. Számomra azért nagyon kedves ez az egész téma, mert az egyik kedvenc filmem, az a Harcosok klubja, ugye Brad Pitt-tel, és a Harcosok klubjában Tyler Durdennek a karakterje egy olyan szemét, egy olyan rebellis, lázadó szemét teremt meg, aki elítéli teljes mértékben a fogyasztói társadalmat. És azt gondolom, ez egy véglet, nem szeretnék eljutni oda, ahol a film végre Tyler Durden által eljut a főszereplő, de egy másik véglet az, amikor pedig ugye a tárgyaink uralnak minket. Valahol a kettő között van az igazság, és fontos az, hogy mi defináljuk ezt magunknak. Szerintem ebben picit segít a tudatosság és a minimalizmus. Én amikor először találkoztam ezzel a kifejezéssel, az egy Netflixes dokumentumfilm által volt, van egy nagyon híres dokumentumfilm, Minimalism, ennek a címe angolul, ami minimalizmus jelent magyarul is, és ebben a filmben igazából kettő darab ilyen tipik amerikai karaktert mutatnak be, egy hosszú, egy rövid, egy csávó, akik megmászták a multi, hát olyan corporate ledőr, ez a multi rabszolgaságnak a tetejére értek tulajdonképpen, hogy ezt így kimondjuk, elég magas szintet értek el benne. Nem a multival van alapvetően a probléma, hanem azzal van a probléma, hogy ők élték ezt meg, és azért merek ilyet mondani, mert egyébként kb. Tök mi, hogy most multis vagy vállalkozó, mindenképpen meg lehet csinálni a rabszolgásságot, ami így szól. A rabszolgásságnak ez a képlete. Keress egyre többet, legyen egyre nagyobb a bevételed, és költs egyre többet, költsél egyre többet, költsél annyira sokat, hogy hiába egyre nagyobb a bevételed, hiába van baromi jó fizetésed másokhoz képest, hiába van óriási a bevételed már másokhoz képest, költsél annyira sokat, hogy így is képes legyél felhalmozni adósságot. Hát, aki csinált már ilyet, őt üdvözlöm a klubban, én is csináltam ezt már a saját életemben. Nincsen ezzel alapvetően semmi probléma, azzal van a probléma, ezt nem ismerjük fel, és nem kezdünk el ezen változtatni, azzal a probléma van. A két srác, a filmnek a főszereplője, ők Joshua és Ryan, talán azt hiszem a srácoknak a neve, felismerték ezt, és hála jó Istennek, elkezdték először csak kitisztítani a lakásukat, elkezdték megszabadulni azoktól a dolgoktól, amik nem voltak hasznosak az ő számukra, és már így is többletbevételre tudtak szerteni, valamint utána odafigyeltek arra, amiben egy korábbi adásban beszéltünk, hogy az életköltségeiket tudatosan tervezzék meg, az életszínvonaluk, hogy mennyit költenek bizonyos dolgokra az életükben, ez tudatos legyen, és ehhez tartsák is magukat így. Ezáltal tudtak kiszabadulni a multis rabszolgaságból, de mondom még egyszer, ez vállalkozói rabszolgaság is lehet, ha a bevételed hiába nő folyamatosan azzal, egyenesen, arányosan, nő az életszínvonal is. Van egy nagyszerű blog, amit én nagyon szeretek Magyarországon pénzügyekkel kapcsolatosan. Az íróját úgy hívják, hogy Csernok Miklós, és ez a kiszámoló blog, amelyben az egyik legjobb cikk, amit valaha olvastam ebben a témában, az az életszínvonal inflációja. Ez pontosan erről szól, hogy hiába volt jó 3-4 éve nekünk mondjuk egy 5-6 éves használt autó, most, hogy már ennyire sokat dolgozunk, most, hogy már ennyire nagy vezetők lettünk, nagy vállalkozók, most már muszáj a legújabb autót megvenni, és akár erőn felül autót, lakást, utazásokat veszünk meg, csak azért, hogy bizonyítsuk, hogy mi mennyire fasz a csajok vagy fasz a csávok vagyunk. Nem ez az igazi út a boldogsághoz, és nem ez az igazi út ahhoz, hogy nyugalom legyen az életünkben. A pénzügyek szolgálhatnak minket a nyugalom terén, és a pénzügyek hozhatnak az életünkbe harmóniát, de ez csak akkor fog megvalósulni, ha elsajátítjuk azt a szemléletet, ahol tudatosan a pénzünket beosztva, előre tervezve és beosztva haladunk előre az életünkben. Ebben segít a minimalizmus, amely például az én életemben azt hozta, hogy jelenleg az irodámat úgy rendeztem be, hogy vettem magamnak egy darab, hát ilyen 4-5 fiókból álló kis szekrényt, és azt mondtam, hogy ami ebben nem fér bele, annak mennie kell. Ez egy nagyon egyszerű hüvelykúj szabály volt, ami ebben nem fér bele, annak mennie kell. Az elmúlt pár évben körülbelül, hát szerintem olyan 40-50 alkalommal költöztem, sok utazás is volt ebben, de Magyarországon is több helyen laktam, egyszerűen volt, hogy kerestem a helyem, volt, hogy különböző Barcsról Pécsre, Pécsről Budapestre költöztem például, emiatt nagyon szépen szűkült le folyamatosan a ruhatáram,
És az a szemléletet követtem, úgymond egy minimalista szemléletet, és ekkor még nem is tudtam, hogy ez egy minimalista szemlélet, hogy amit nem használtam mondjuk 3-4 hónapig, és nem hiányzott nekem, amikor úton voltam, azt utána fogtam és szintén elajándékoztam. Tehát olyan ruhákat, amiket folyamatosan 3-4 hónapig nem hiányzott nekem kint, amikor úton voltam, és utána hazaérkeztem, akkor úgy voltam vele, hogy ennek nincs itt helye, és elajándékoztam őket. Ugyanígy gondolkozom ma már az irodámról, ugyanígy igyekszem gondolkodni a ruháimról. Úgyhogy hiába vannak például, hiába vannak szép öltönyeim, hiába vannak olyan dolgaim, amik lehet, hogy első elnézésre akár ilyen kicsit sznobnak is tűnhetnének, ezek a dolgok, vagy ezen dolgok mögött igyekszem arra, hogy tudatosság legyen a választásaim mögött, és igyekszem arra, hogy a tárgyak, amik az életemben vannak, azok értéket adjanak hozzá az én létezésemhez, és ne a tárgyaimnak a rabszolgája legyek. Ez azt gondolom, ha elkezdjük elsajátítani ezt a szemléletet, azért változtatja meg nagyon azt, ahogy látjuk a világot, azért változtatja meg nagyon, mert utána egy bizonyos költés, egy bizonyos költésnek nem csak az lesz a lényege, hogy mennyit adok ki rá, hanem az is a lényege lesz, hogy most miről mondok le ezáltal. Tehát tanít egyszerűen egy olyan szemléletet, amivel tényleg tudatosabban, tervezhetőbben és nyugodtabban tudunk hosszú távon élni. A minimalizmussal kapcsolatosan fontos azt elmondani, hogy az elején is kezdtem ezt, hogy ez nem azt jelenti, hogy holnaptól egy jurtába kell költöznöd és poncsóba kell járnod egész nap, ez egy véglet, nem ezt jelenti, ha ez boldogát tök jó, de alapvetően csak arra szándékozik ez a történet, abba az irányba terel téged, hogy ne legyél egyszerűen a fogyasztásnak a rabszolgája, és nézd meg azt, hogy mik a valójában fontos dolog neked, és tudatosan tervez a pénzügyeiddel, hogy azokra a valóban fontos dolgokra tudj időt szállni, tudj pénzt szállni, és azokra az emberekre, akik fontosak neked, főként ővel tudj időt tölteni. Azt mondja a minimalizmus, például az az egyik fő mondat, amit mond, hogy ne tárgyakat szeres, hanem embereket és élményeket is, ezeket szerez az életedben, ezáltal egy jobb valóságot tudsz magadnak teremteni. Következő adásban arról fogok beszélgetni, az email marketing hogyan tudja támogatni a vállalkozásodat. Hát és ha már email marketingnél tartunk, ugye nekem is van egy email marketingem, nekem is van egy email világom, egy email listám, amire ha még nem iratkoztál fel, akkor ezt megteheted itt a YouTube videó alatt, vagy megteheted a podcast alatt a linkre kattintva, és ha erre feliratkozol, akkor filozofálgatásaimat, kiegészítéseimet az adásokhoz, bónuszokat kaphatsz esetlegesen meg, amelyekre itt az adás időtartama miatt nincsen időm, ebben tényleg a saját kis inspirációim, és esetleg mélyebben kifejtve a gondolataim írásban, amik meg tudnak történni. Örülök, ha erre feliratkozol, és örülök, ha ennek része vagy. Igyekszem olyan tapasztalatokat megosztani veled, amely által igencsak sok felesleges költéstől és felesleges stressztől tudlak téged megkímélni, és egy boldogabb, egy szabadabb vállalkozó élet irányába támogatni téged. Találkozunk a következő adásban, ahol az email marketingről fogok beszélni.